Kilenc testvér. Hát akkor szegény élet volt, háború előtt, és már korán kellett. Nekünk nem volt olyan gyerekkorunk, mint nektek, mert akkor már a gyerek, mikor elérte, tudott járni, már 4-5 éves volt, már ment libákra vigyázni, a fiúk a kecskére vagy tehérre. Ez volt az életünk. Utána határba, aztán iskolába. Iskolába úgy jártunk, hogy reggel 8-11-ig, 11-kor mentünk haza, és egyre mentünk vissza délután 4-ig. Amikor hazamentünk, akkor állatokat meg kellett etetni, mert a szülők dolgoztak. A háború az úgy volt, hogy utcaharcok voltak. Na, iskolába jártunk, és olyan negyedikes voltam, mikor kezdődött a háború. De először csak volt riadó, először gyönge szirénázás, volt első fokú, a második, a harmadiknál már légi veszély, ami azt jelentette, hogy a repülők gyűnnek támadni. Megkezdődött a bombázás. Negyedikes, megkezdtük az iskolát, akkor a katonaságot betették a iskolába, és egy helyén volt egy nagy helység, ott a 3-4 iskola volt együtt, és az úgy tanítottak, mindig valamelyik tanító kérdezett a egy elsősöktől, másodiktől, és a negyedik, 4 osztály fér be egy helységre. Hát írni nem tudtunk, fontos volt az írás, olvasás és a számolás. Ez volt a fő tantár. Utána én összekértem a könyveket, mert hát utána volt a háború, nem jártunk iskolába, és nagyon még villany se volt, nagyon kevés volt a faluban, mezővárosban, nagyon kevés volt a villany, és a nagynénémék kicsit gazdagabbak voltak, azoknak volt rádiót, lediktálták a leckét, na de olyan gyorsan, hogy nem tudtuk követni. Aztán, amikor vége lett a háború, bejöttek először a németek, aztán oroszok, és utcaharcok voltak. Utcaharcok, a pincében lapultunk, nem lehetett kijönni. Bombázás, meg az volt a szerencsénk, hogy a utcát, ahol laktuk, azt akarták megbombázni, és a kertéket találta el. Egy-két házat lebombáztak, még belőttek a házakba, ami bent robbant. Skúšali zbombardovať aj most, ale nikdy sa im to nepodarilo. Čo sa nepodarilo údajne neskúseným mladým sovietským vojakom? Podarilo sa Hitlerovmu vojsku. Po prekročení Dunaja vstúpili do vtedajšieho Parkanu a vyhodili most do vzduchu. Keďže úplne zničili jeho 3 piliere, zabránili postupu Červenej armády cez most. Začalo sa tak najhoršie obdobie celej vojny na juhu Slovenska. Na 3 mesiace obsadili Hitlerové vojska, mestá a obce v okolí Štúrova. Od decembra 1944 do marca 45. 3 mesiace sa tu odohrávali urputné boje. Ruské jednotky nedokázali prelomiť nemecké a maďarské obranné línie. Ľudia sa skrývali v prírodných jaskyniach, v pohorí Burdov a vo vinných pivniciach. Nad nami to bývali cez vojny. Tie jarky, z čoho strieľali. Tu bolo asi 45 ľudí, stále schovávali tu na... Aj malé deti mali tu schované, aj ešte dievčatá. Utána aztán, amikor v háború után, akkor már jártunk iskolába, ott már aztán tanultunk volna, ha megértettük volna, hogy mit mondanak, mert szlovákú iskola lett. Karkulkát vettem, és abból tanultam, mert tudtam a verzió, na és akkor én fordítottam. Aztán kerestem a lányok társaságát, hogy megtanuljak szlovákú. Még akkor nem ment jó a szlovák nyelv. És akkor megkérdezték, hogy mi Sántit a fiam, mert gyűjt segíteni nekem a postára. És akkor kérdezte tőlem a szlovák asszony, a kolléginja,
hogy mi van egy gyereknek. Azt mondtam neki, hogy má veľké topánky, chodí jedno a hore dole. Se majtám, nemá púzdro, není voda, ale krv. Azt akartam megmondani, hogy nagy a cipőm, az a, na, főtört a lábát. És akkor nem vízhólyag lett, hanem vérhólyag. Hát az volt a legboldogabb, mikor megszületett az első unokám. Aztán jöttek a dédunokák, és nagyon szeretem őket. Nagyon szeretem az az életemnek, értem. Már belefáradtam. 35 évig voltam feleség, meghalt a uram, 35 éve özvegy. Na. És tényleg csak a urakok miatt van életkedvem. Még magam körül megfőzök, sütök, takarítok. Kedvenc szokom a keresztrejtvény, a kézimunka, a horgolás, kint is ott vannak a gömbök, meg a kosár. Televíziót szeretem, ez a foglalkozásom, már 88 éves elmúltam, már csak ez a foglalkozásom. Emlékek. Mikor jönnek a unokák, mindig hoznak valamit. Így kedveskednek, mert tudják, hogy nagyon szeretem, mindent megteszek értük. Hát szabad időmben ezeket csinálom. Harang, ebbe kettő van. Hát 90 voltunk testvérek. Meghaltak, már csak egyedül vagyok. Nagyon szeretetek játszani, családi házban laktunk, és kitaláltátok, hogy most meszelni akartok, akkor kalácskenyővel vizet tettem a kannába, kentétek a falat. Akkor kitaláltátok, hogy a dédmama kitalálta, hogy ő nem szereti a paradicsomot, csak amit ő vesz le, ami megérett. Erre kitaláltátok, hogy akkor ti is úgy szeretitek, hogy nektek se köl. Akkor leütöttem 4 botot, rákötöttem madzagot, és rátettem a madzagra a paradicsomot. Levettétek és megettétek. Na, hát ilyen volt a dédi Adri. Akkor nem akartatok menni sétálni, hogy nem akartok, esett az esőke, udvarba kerbe nem engedhettelek, akkor volt egy kannácska, ilyen műanyag kanacska, beletettem egy is kiskacsát, és mentünk a utcára kacsákot sétáltatni. Utána, mikor tanultatok járni, akkor még a babakocsiba beletettük egy vasat, a nagyanyátokéval, és azt toltátok, és akkor nem szaladt el a kocsi, könnyen tanultatok járni. És akkor így voltatok becsöppe, ez volt a dédi, hogy ott volt a szabadság. Jéhát, akkor egy kifelejtettem, egyre mondom. Még nem vagyunk elkésve. Utána lángos, meg kell a kovász, akkor bedagasszuk, meg kell, akkor kiszaggassuk, és aztán olajba kisüssük. Mm.
hataranyom minden és sorváltunk. Jóformán semmit nem lehetett kapni, csak azt főztük, amit otthon találtunk. Nem lehetett, hogy mi most, hogy jó koszton élünk. Akkor örültünk, amit a kertbe találtunk, zöldséget ezekből, mert nem volt semmi, a háború elvitt minden. Hát csak úgy szenvedtünk, sorfalat álltunk, hűtől nem volt, ha megikor vettük a húst, akkor a kútba engedtük egy kannába. Bizony másnapra volt egy kis szaga, kiköllött áztatni, hát olyan volt a régi világ. A krumplit vastagon pucultuk, és a híját úgy pucultuk meg, hogy a csirát ne bántsuk, és azt ültettük el. Mert mikor kontingenset meg kellett adni, akkor megmondták, hogy mennyit kellett tyúknak tojni, de hát tyúknak ma nem mondták, csak nekünk. Hát aztán utána, amikor már pénzváltás volt, már volt pénz, nem volt munka lehetősége, férfiak elmentek Csavország össze-vissza dolgozni, hogy megéljünk. Asszonyok meg a itthoni munkát. Nem volt munkahely, volt egy-kettő, utána épültek a gyárak, a varrodák, a mosodák. Akkor már egy óvodáz volt régen is, jaszlé, meg aztán a óvoda, akkor már könnyebb volt, de az is bizony nagyon kemény életünk. Hát az élet olyan, mint a színház. Hol jó drámát játszik, hol véget. Hát aztán a fajjá, megbirkóztunk ennyi évet, megéltem 88-at. No. Az volt a szép, mikor a család összegyűjt, nevetgétek, csak úgy zengett a háza jó kettő. Hát mit mondjak, hogy annál szebb, annál jobb nincs is. Sütögetem, már mindjárt jó lesz, és akkor teszünk bele egy kis paprikát, aztán befűszerezzük, és még főzzük, ebből lesz a leves. Nem akartátok megenni almát a hintázásnál, amikor gyűjtették felém, kínáltam a almát, mikor nyújtatok, akkor hama bekaptam. Megcsináltam kétszer utoljára, mert azt mondtam aminka, hogy nem szeretitek almát. A végén megettétek mind a ketten egy-egy almát. Ilyen becsapással. Még elbújthatok a utó mögé. De nekem annyi eszem nem volt, hogy lekukuljak és megtalálkerestelek. Mikor én bújtam el, akkor még lekukultatok és együtt megtaláltatok. Egyszerű, sima ruha, esetleg rakott szoknya, blúz, tehát nem volt ilyen nagy parádi. Hát mondom, front után ruha jegyre adták, és hogy volt fürdünk, mint még ruha jegyet se kaptunk, pedig azt nem tudtuk kitermelni. Élelmiszert azt kituttuk, cipő minden jegyre volt, úgyhogy én még abban a világban éltem. Hát aztán a divat nem változik, csak visszaváltozik. Hogy ne éljünk sokat, akkor megettük a frisset, és másnap ettük a maradék kenyeret. Aztán akkor maradék kenyér lett, mire hozzájutottunk, mert hát szegénység volt. Leköllött adni a gabonából, hogy mennyit. Azt úgy csináltunk, hogy a sajátunkból loptunk. Főiskolások voltak írni a gépni, hogy mennyik a hányság gabona. Hát azt mondják, hogy csinos ján voltam, ki tudja. Tetszett a fiatal embernek, abban bohóckodtunk. Az alatt a bátyám 2-3 zsákliszt gabonát a sajátunkból lopott, hogy legyen mit enni, mert kiszabták, hogy mennyit kapunk, és jegyet nem kaptunk, venni nem tudtunk, tehát kénytelenek voltunk lopni. A sajátunkból. Olyan is volt. Átosztam a Dunát, otthon kikaptam, de azért meg ismételtem. It's so perfect when
Hát, jaj, bizony áthúztam. Fölmentünk egész oda, és ott a harmadik lábnál már nem le volt bombázva, és hát nagyon megvertek, mert már ki volt szedve, de még mindig voltak. Leugrottunk, lemásztunk ide, és leugrottunk a hídról. Tud, kimásztunk. Hát ezt a bátyám összeszedte a ruhát, hazavitte anyám, meg jól megvert, ami áltóztat. Onnan föntről indultunk le, és egész ott a kanyarnak ottunk ki. Úgy osztam, mint a hal. Jaj, de finom illata van. Volt két malacom, voltak 30 kiskacsám, pincébe 150 csibe, tyúk, nyúl, és a másik felébe meg ilyen a zöldség, meg hát ilyen borsó, azt kapálgattam, ott dolgozgattam. Az volt a szép. Milyen volt a párkány? Párkány először egy nagyon kicsinke volt. Aztán a szocializmusban 50-es évek után épült ki a hazai malom, a mosoda, a varroda, és akkor már volt munka lehetőség, de akkor előtte semmi nem volt. Hát csak szolgálók voltak, meg hát egy pár gazdag kihasználta szegényt. Nekünk volt főd, úgyhogy önnellátók voltunk. Apám eljárt fuvarba, úgyhogy nekünk meg volt mindenünk, de nagyon soknak még jóformán kenyére se volt. Emberek barátságosak, szeretetve. Ha valahol baj volt, összeszaladt a nép. Tehát az élet célja a szeretet, a megbecsülés, a tisztelet. Legyetek becsületesek, őszinték, szeressétek egymást, és becsüljétek még az öregeket. Ember hiba nélkül nem él. És ha hibát elkövettem, tanultam volna ebből az esetből, azt másképp csináltam, de minden álmom teljesült, mert minden vágyam az lehet volt, hogy két gyerekem legyen, egy fiú és egy lány. Hál' Istennek beteljesedett, de már az egyiket elvesztettem. Csak. Tankösön, Pitesön, Komenzér, Dubizmájne, egy cigel, Lugite vagy az egyedüli szerelmem, ezt már más nem tudok. Oroszokul még azt hát, hogy ez nagyon statika ver is. Ja, panyájú. Így a szuda. Azt akkor na statika ver is. Ja, nye, panyájú. Hát ez volt. Prosím vás pekne, pomaly hovorte, lebo ja musím ty rozprávaš, ja rozmýšľam.